szeretni fogom, bonyolítani fontos lesz. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az időszakot, és minden jót kívánok! Ezekkel a szavakkal vett búcsút Puskásné Szegi Petra, a jegyző, a város képviselőtestületének tagjaitól. A városi hivatal vezetője október 1-ével távozik az apparátus éléről. A testületi ülés elején Filoni Ferenc Ibolya polgármester tett bejelentést arról, ismét nyertes pályázatnak ödülhet a város. A magyar kormány honlapján, a dokumentumtárban, a pályázati figyelő részében a BM pályázaton Bonyhád városa kihirdetésre került 40 millió forintos támogatást nyertünk, tehát amit beadtunk a testület által megszavazott pályázatot, az sikeres volt, nyertes volt, és a maximális 40 millió forintos támogatást nyertük el. Ebből a támogatásból a Kossuth Lajos utcának az Árpád utcától a Kossuth utca végig történő szakasza kerül majd felújításra. Természetesen idén már nem kezdjük el, csak 2021-ben. A támogató ígéret a napokban meg fog érkezni. Én azt gondolom, hogy bár számos útja van a városnak, amely felújításra szorul, minden évben igyekszünk egy-egy utat akár külső forrásból, akár önerőből megvalósítani. Ez a pályázat a mostani hír alapján idén ugye már nem kezdjük el a kivitelezést, hiszen itt vagyunk szeptember végén, jövő héten már októbert írunk. Ezért a támogató okiratot is várjuk a döntésről, a hivatalos döntésről. 2021. decemberig kell elszámolnunk majd a pályázati összeggel. Éppen ezért mindent előkészítünk a háttérben, és akkor jövő tavasszal megkezdődhet a beruházás. Én bízom abban, hogy a lakosság nagy részének ez megelégedésre fog szolgálni. Tudom, hogy minden felújítás kisebb bonyodalmakkal is jár, hiszen azzal együtt tudjuk csak megvalósítani ezeket az útfelújításokat, hogy el kell kerülni ezeket az útszakaszokat, lezárások vannak, és némi bonyodalmat okoz, de bízom abban, hogy a már megújult útszakaszoknak a használatával sokkal nagyobb örömet tudunk szerezni. A képviselőtestület hosszan tárgyalta a város integrált településfejlesztési stratégiájának elemeit, mely összefoglaló munka arról, hogyan lehet élhetőbbé tenni Bonyhádot. Filoni Ferenc Ibolya polgármester arról beszélt, a legfontosabb feladatok egyike a népesség megtartási képesség emelése. Nem meghazudtolva azt a tényt, hogy egész Európában csökken a népesség és a lakosság, nem csak Bonyhádon, és ezzel azért elég nehéz megküzdeni itt egy ekkora településen. Önmagában ez nem is működik, de ha egy szóval vagy egy mondattal válaszolhatok, akkor valamennyi intézkedésünk ezt a célt szolgálja. Mert akár az infrastruktúra területén, ahogy jegyzőasszony felsorolta, a gazdasági élénkítésbe, munkahelyteremtésbe, az intézményi infrastruktúrának a fejlesztésében mind-mind azt szolgáljuk, hogy azok a családok, akik itt élnek, azok megtalálják, elvihessék a gyerekeiket modern, korszerű bölcsödébe, óvodákba, felújított környezetbe, utána el tudjanak menni dolgozni, legyen munkahely, utána szabadidős tevékenységet, kultúrát 21. századi körülmények között tudjanak végezni, az utcán ne törjék ki a lábukat, stb. Tehát bármit tesz az önkormányzat, szerintem mindennek az érdekében teszi. A város újra csatlakozik a Burza Hungarika pályázathoz, mely lehetőséget kínál a Bonyhádon élő és felsőoktatásban résztvevő tanulók számára egy támogatás megszerzésére. Ez gyakorlatilag, mert a magyar kormány minden évben kiírja, mi azóta minden évben csatlakozunk hozzá, hosszú évek óta. Gyakorlatilag felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról szól ez a pályázat, és amennyiben egy települési önkormányzat csatlakozik ehhez a felhíváshoz, akkor a saját önerejét hozzátéve az állam még egyszer annyival kiegészíti ezeket a támogatásokat, és akkor azok az egyetemisták felsőfokú oktatásban hallgató tanulóknak a havi rendszerességgel lévő támogatása egy éven keresztül biztosított, akár 10 000 forint mértékben havonta. Fontosnak tartom, hogy tudjuk így segíteni az úton is a fiatalokat. Ahogy nőnek a gyerekek, ezek a kiadások szerintem hatványozottan nőnek. Hogyha ez az önkormányzat hozzá tud járulni, az nagy segítség minden családnak. Várni fogjuk majd a pályázatokat, természetesen minden információról időben értesítjük majd a fiatalokat. Minden évben van keret, a költségvetési rendeletünkben ezt februárban elfogadtuk. 2 millió forintot tud fordítani erre a város, és ez minden évben elegendő volt. Nem volt olyan pályázat, amit elutasítottunk volna a keret szűkössége miatt. Valamennyi felsőoktatásban tanuló hallgatónak a pályázatát eddig minden évben pozitívan tudtuk elbírálni. Bízom benne, hogy így lesz ez az idén is.